Az utolsó őszi mérkőzésen a második helyzet Cigándot fogadta az Egerese az NB3-as labdarúgó bajnokságban. Az egriek már a 11. percben vezetést szereztek Almománi Nataniel fejesével, majd a nagy hóesésben Hegedűs Dávid duplázta meg az előnyt a 15. percben. A vendégek a 25. percben kapuscserére kényszerültek, de más sérülések is voltak a találkozón. A 44. percben Vajda Ákos megpattanó lövésével már 3-0 volt az eredmény, de a cigándiak az első félidő ráadásában Kelemen révén szépítettek. A második játék részben a cigándiak rákapcsoltak és számos helyzetet kialakítottak, de gólt nem szereztek, míg az egriek a hajrában nem csak gólhelyzetig, hanem Nagykolozsvári Dániel szabadrugása révén gólig jutottak, beállítva a 4-1-es végeredményt. Az egriek a Putnok után tehát a Cigándot is legyőzték, Lázok János szerint végre hittek magukban a játékosok. Minden tekintetben, labdabirtoklásban, helyzetekben, párharcokban, kombinatív játékban, minden téren jobbak voltunk, és abszolút megérdemelten nyertük meg ezt a meccset is. Almománi Nataniel szerint egyre jobb formába lendült a csapat az utóbbi időben, kilábaltak a hullámvölgyből. Igazából örülök, hogy az utolsó mérkőzésen gólt tudtam szerezni, már úgy érzem nagyon érett, hogy az utóbbi meccseken már volt kapufám, szóval sok minden helyzetem volt, és úgy érzem, hogy most végre beért ez a gól. Ez volt az első egyébként? Azt hiszem igen, ez volt az első. Egriek az utolsó 6 fordulóban 12 pontot szereztek, és 26 ponttal az 5. helyen végeztek idén, a bajnokság márciusban folytatódik.